A dombovári apácai Csere János Technikum és Kollégium is megtartotta ballagási ünnepségét. Lőcze Tibor igazgató köszönetet mondott Pintér Szilárdnak, Dombovár polgármesterének és Dömötör Csabának, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárjának, hogy az együttműködés révén megvalósulhatott az iskola udvarának térkövezése. A búcsúzó diákoknak pedig sikeres vizsgát és boldog felnőtt kort kívánt. Idén nagyon rendhagyó a ballagási ünnepségünk több szempontból is. Egyrészt azért, mert nagyon kevés a ballagó diákunk, hiszen csak egy osztályunk ballag, azért, mert a többiek technikusi képzésbe vesznek részt, azért egy évvel tovább maradnak nálunk, úgyhogy egy kicsit családias lesz a hangulat. Másrészt pedig azért rendhagyó most az ünnepség, mert ez az első alkalom, hogy a szép új udvarunkat felavathatjuk, ami most lett letérkövezve, és nagyon örülünk neki, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fog sikerülni. Az iskola igazgatója elmondta, azok a diákok, akik más intézményben tanulnak majd tovább, fognak érettségi vizsgát is tenni. A ballagó osztályunkból 5-en tesznek rendes érettségi vizsgát, a 11 diák pedig a 16-ból úgy döntött, hogy nálunk folytatja a tanulmányait, és előrehozott érettségi vizsgát tesz, és pedagógiai munkatárs képzésben fog részt venni a következő évben, tehát szakmát is fognak nálunk szerezni. A ballagókat Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte. Én azt gondolom, hogy a későbbiekben látjátok meg a fontosságát annak a napnak, ami igazából a mai nap, hiszen ez a nap is kell ahhoz, hogy jövő héten megkezdődjön az érettségi, és utána pedig a tanulmányaitokat tudjátok folytatni, és majd későbbiekben el tudjátok határozni, hogy milyen hivatást választhatok a tanult szakma mellett. Potápi Árpád János államtitkár reméli, hogy sikerekben gazdag évek várnak rájuk. Hagyd kint mindent, mi bántott, a tükör képeli téged, még nem látod. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban egy hangulatos ünnepséget tartottak. Herczig Gábor, az iskola egyik végzős társaságának osztályfőnöke úgy véli, az idei évük nagyrészt már a búcsúzás hangulatában telt. Főleg a szallagtűző volt a mi program. Ők közösen tanultak egy táncot, és a szallagtűző bál volt még az idei évben, ami meghatározó volt az életükben. Most meg majd jön az érettségi. Antal Katalin ballagó diák elmondta, barátnőjével együtt készülődtek a mai napra, utána pedig a családdal ünnepeltek. A hétvégét követően nyugodt szívvel fut neki az érettségiknek. Én szerintem nagyon jó volt, mert mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, felkészítettek minket, sok tanárunk igazából plusz munkát is belefecölt ebbe, külön, akár Zoomon külön órát tartottak, hogyha szükséges volt. Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak velünk, és ezért igazából én nagyon hálás vagyok az összes tanáromnak, mert szerintem ők is nagyon kitettek magukért. A beszédek után nem maradhatott el a lufi röptetés, fényképezkedés és az ajándékozás sem.